ez a pénzügyi spekuláns birodalom, foglyul ejtette Brüsszelt. S jól arszik, Viktor, kérdezem én. Jól arszik. Az embereknek megtaláljuk a jobbikényét. Adjuk vissza a reményt a magyar embereknek. Hiányzik a fehér, a tiszta lap fehérje. Jó lenne, ha a választási kampánya lebutított szlogeneken túl arról is szólna, milyen Magyarországot szeretnének a pártok. Szakpolitika szigorúan egy-egy percben. Az LMP szeretné átalakítani a rendőri szervezetet. A jelenlegi széttagolt rendszer ugyanis nem szolgálja eléggé az állampolgárok biztonságát. Mi alapvetően egy kétszintű rendőrségben gondolkozunk, aminek az első szintje lenne az önkormányzati rendőrség. Az önkormányzati rendőrség szolgálná a települések lakosságának a biztonságát, és természetesen vannak komolyabb bűnöldözési és felderítési feladatok, ezt egy központi országos rendőri szerv látná el. De bármilyen szervezetről beszélünk, bármilyen átalakításról beszélünk, ez nem lehet sikeres akkor, hogyha nem tesszük újra vonzóvá a rendőri pályát, ugyanis ezt a pályát nagyon sokan hagyták el az elmúlt években, nagyon komoly a létszámhiány. Vissza kell állítani a rendőri hivatás presztízsét, olyan béremelésre van szükség, ami nem csupán a korábbi évek elvonásait pótolja, hanem a pályakezdőknek is megfelelő bérezést nyújt, továbbá be kell vezetni a lakhatási támogatást, és vissza kell állítani a korkedvezményes nyugdíjrendszert. A belügyi területen a közösségi rendőrség ideáját szeretném megvalósítani, ami egyébként Zuglóban működik már. A helyi polgárőrség, a helyi rendészetek, a rendőrség és a helyi egyéb közbiztonsággal foglalkozó állampolgári közösségeknek az együttműködését kell előrisíteni, és minden lehető legközelebb vinni az emberekhez a bűn megelőzéssel foglalkozó szakemberek jelenlétét. A bűnügy területén beszélünk el a közmunkáról is, ami ebben a formában egy zsákutcás rendszer. Mi a közmunkarendszert nem megszüntetni szeretnénk azonban, hanem inkább átalakítani úgy, hogy egyfajta hidat képezzen a valódi piaci munkahelyek felé, és ne tartsa túszként azokat az embereket, akik jelenleg csak közmunkával tudnak megélni. Nagyon fontos az, hogy anyagileg és erkölcsileg is kárpótolnunk kell azokat a volt rendőröket, akiknek a szolgálati nyugdíját elvették és megadóztatták. Ilyen típusú szerzett jogot rendes politikusok nem vesznek el senkitől, ezért ezt a jogot nekünk vissza kell adnunk, ami azt jelenti, hogy továbbra is adómentes lesz ez a szolgálati nyugdíj. Momentum belügyi programjából három fontos pontot szeretnék kiemelni. A legelső az, hogy mi úgy gondoljuk, hogy egy magyar állampolgár számára az a legfontosabb, hogy egy átlátható, gyors és hatékony közigazgatási rendszer működjön, ahol nincsenek folyamatos átalakítások, illetve számos online ügyintézési lehetőség is van. Így például, hogyha egy autó átírását vagy egy útlevél igénylést akarunk elintézni, akkor ne kelljen órákon keresztül sorban állni a hivatalban. Emellett mindenképpen szeretnénk visszaállítani az önkormányzatok pénzügyi önállóságát, illetve visszaadnánk a feladatköreiket is annak érdekében, hogy a helyi közösségek a saját kezükbe vessék a sorsukat. Végezetül azt szeretnénk, hogy az ország összes lakosa biztonságban, kényelemben és nyugalomban élhessen, ezért egy önkormányzati rendőrséget hoznánk létre, amihez bárki bizalommal fordulhat. Emellett átalakítanánk a rendőri életpályamodellt és mentorrendszert is, illetve azt szeretnénk elérni, hogy egy lakosságarányos országos rendőri jelenléttel elérjük hatékony és gyors rendőri fellépést. Ahogy az élet minden területén, úgy a magyar rendvédelem területén is elmondható, hogy a bérek folyamatos nyugat-európai színvonalhoz zárkóztatása elengedhetetlen. Ugyanakkor az is látható, hogy Magyarországon mind a rendőrség, mind más rendvédelmi hatóság tekintetében a pénzparipa, a fegyver az adott. Viszont ami mégis problémát okoz az, hogy a mindenkori kormány és a jelenlegi is kiemelten politikailag befolyásolja mind a bűnüldözés, mind pedig más rendvédelmi szervek napi munkáját. Én azt gondolom, hogy a rendőrségnek nem a határvédelem a feladata, arra vissza szeretnénk állítani a határőrséget, hanem elsősorban a bűnmegelőzés, a jelenlét és a természetesen a bűnüldözés. Abban a pillanatban, amikor megszűnik a politikai befolyás, politikai érdekek mentén a hatóságok mindennapi működése gyanánt, nagy mértékben fog javulni mind a rendőrség társadalmi megítélése, mind pedig munkájának hatékonysága. Ma magyar polgárok úgy érzik, hogy Magyarország egyfelől rendőrállam, azzal a rengeteg Fideszes által irányított őrséggel, koronaőrség, palotaőrség, házőrség, terrorelhetési központ, ami csak
a politikai, elsősorban fideszes érdekeket szolgálja ki. Másfelől, amikor elviszik az utolsó kis vagyontárgyaikat, akkor nem nagyon figyel oda arra senki. Éppen ezért a demokratikus koalíció azt mondja, olyan új, modern rendőrségre van szükség, amely az állampolgároknak szolgáltat. Kiszolgálja őket, segít őket, üldözi a bűnt, a valódi bűnt. Föl kell számolni azokat a szervezeteket a rendőrségen belül, amelyek politikai alapon működnek, és újra az állampolgárok felé kell fordulni. Ami a titkosszolgálatokat illeti, láthattuk az elmúlt időszakban, hogy csak és kizárólag a fideszes érdekeket szolgálták ki, nem foglalkoztak a hazavédelmével, a magyar polgárok biztonságával. Olyan szolgálatokra van szükségünk, a demokratikus koalíció azt mondja, olyan szolgálatokra van szükségünk, amelyek a magyar polgárok biztonságát szavatolják. Ez a fő célunk.